Az Összefogás Egyesület projektjének a címe ez a Tisztaság második egészség szemléletformáló társadalmi projekt 2022 elnevezést kapta, aminek a legfontosabb célja az, hogy a roma és nem roma lakosságnak a hulladékkezelési praktikákat, lehetőségeket bemutassuk, illetve tudjanak arról, hogy Térd megye jogú városában a hulladékszállításnak milyen feltételei vannak, milyen ingyenes leadási lehetőségek vannak, és hogyan tudják a saját környezetüket, a saját portájukat a lehető legtisztábban és civilizáltabban tartani. Ennek vannak rövid és hosszú távú hatásai. Alapvetően mi a hosszú távú hatásokat tűztük ki célul, hogy a termékdíjköteles termékek ne kerüljenek ki a természetbe, ilyenek a flakonok, gumiabroncsok, különböző olyan káros anyagok, amik hosszú távon szennyezik a környezetünket. Ezeknek szeretnénk elébe menni, és egy szemléletformáláson keresztül megmutatni azt az új utat, amivel ők a saját portájukat rendben tudják tartani. A nagy globális környezetvédelmi, környezeti veszélyek mellett mindig azt szoktuk mondani, hogy gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan, és ez a program, ami ma indul el, amit a Információ és Technológiai Minisztérium, az Összefogás Egyesület és az IFKA, mint alapkezelő, támogató szervezett és támogatott, ezt a célt szolgálja, hogy ért 10. kerületében, ahol jelentős, érzékelhető, szemmel látható és nagyon sok hulladék gyűlt össze a közterületeken, az utcákon, de a saját magánportákon is. Én a cigány önkormányzat nevében nagyon hálás vagyok neki, hogy sikerült ezt megszerezni. Remélem, hogy nem fog újra termelődni. A cigány önkormányzatunk azt kérte a cigányságtól, hogy ne termeljék újra ezt a szemetet. A cél az, hogy lehetőség szerint az életformájuk úgy változzon mindenkinek itt Érden, hogy a szemét ne az utcára, mint ahogy mögöttem látható, ne az utcára kerüljön, hanem a helyére, a szemétlerakóba, és ez az életforma úgy alakuljon mindenképpen és mindenféleképpen a környezet, a természet és a közvetlen környezetünk békében és normálisan tudjunk élni. Ennek érdekében igen komoly támogatást kaptunk a minisztériumtól, és igen komoly lehetőséget, hogy magát a gyűjtést is meg tudjuk szervezni, és el tudjuk vitetni az éppen most még a utcákon, köztereken lévő szeméthalmoktól meg tudjunk szabadulni. A kezemben tartom az Összefogás Egyesület képzési kiadványát, amit minden résztvevő, illetve a célcsoportunkban megjelenő család meg fog kapni, és ezáltal az elmondatokon kívül képezni tudják magukat, továbbadhatják családon, ismerettségen belül. A kiadvány kapott egy játékot is a végére, hogy a gyerekek is a szemléletformálás útján elinduljanak, és már fiatalkorban megtanulják a hulladékkezelés, illetve a hulladékgazdálkodás lényegét. Még egy nagyon fontos dolog, hogy a program társul egy társadalmi akciótervvel, ami a mögöttünk látható rettenetes mennyiségű hulladék eltávolítását foglalja magába. Ez egy olyan civil kezdeményezés, ahol a célterületünkön élő családok személyesen fognak részt venni a hulladék telepek megtisztításában. Ehhez a támogató segítségével védő felszereléseket is kapnak, amiket a jövőben a saját környezetük megtisztítására is felhasználhatnak.